colors of green, red roses too. I see them bloom for me and for you, and I say to myself, self, what a wonderful world. Oh yes, I see skies of blue, clouds of white, bright colored days, and beautiful dark, dark nights. And I say to myself, self, what a wonderful world. Do you know that the color of the rainbow's so pretty in the sky? Often you see it on the faces of people passing by. I hear babies cry, and I wonder why. Oh, what in the world would it mean? I hear babies cry, children say, oh, it's so wonderful if we could just laugh and play. And I say to myself, self, what a wonderful world. And I say to myself, oh self, what a wonderful world. And I say to myself, self, what a wonderful world. Oh yeah. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Egy távoli országból hívtak ide. Nem tudom, jól fejezem-e ki magamat olasz nyelveteken. Azaz, a mi olasz nyelvünkön. Ha valamit nem jól mondok, majd kijavítotok. Se mi sbaglio, mi corrigerete. Krakkótól 60 kilométerre fekszik Wadowice, az élénk társadalmi és művészi életű kisváros, ahol a 20-as években ebben a házban élte meg a karácsonyokat Karol Wojtyła. A barátai Loleknak hívták. Az első kelet-európai pápa Lengyelország déli részének erről a Tátrákhoz közeli vidékéről származik. Megjelenése igazi újdonság volt az egyház életében. Ezt azonnal érezni lehetett már azon az 1978. október 16-i estén. Megijedtem, amikor megválasztottak. De elfogadtam a megbízatást az Úr iránti engedelmességből, és édesanyjába, Szűz Máriába vetett teljes bizalmamból fakadóan. Fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. A háború alatt, mivel Lengyelország és Krakkó náci megszállás alá került, minden szemináriumot bezártak. Szapieha bíboros, a krakkói püspök illegális szemináriumot szervezett. És én ehhez a
mondhatni, föld alatti szemináriumhoz tartoztam. A háború és a náci megszállás 4 éve alatt a Solvay-i vegyi gyárban dolgoztam. Egyszerre voltam gyári munkás és illegális szeminarista. És ez az időszak az egész életemet meghatározta. A gyárban 8 órás nappali és éjszakai műszakban dolgoztunk, és mindig vittem magammal néhány könyvet. A többi munkás egy kicsit csodálkozott ezen, de nem csináltak belőle nagy ügyet. Sőt, azt mondták, segítünk neked, pihenhetsz is egy kicsit, majd mi felügyelünk helyetted. A vizsgáimat is ott tettem le a tanáraim előtt. Minden titokban történt. Még jól emlékszem a filozófiai és metafizikai tanulmányaimra. Még sosem volt olyan pápa, aki munkásként dolgozott volna, s aki a szemináriumot megszállás alatt végezte volna el, aki 2 totalitárius rendszert is ismert, a nácizmust és a kommunizmust, amelyek tragikusan befolyásolták századunk életének alakulását, mint ahogy II. János Pál írja az Ajándék és Misztérium című könyvében. Az első ünneplés a Szent Péter téren. A járása lendületes. Még egyetlen pápa sem tartotta ilyen erősen a pásztorbotot, mintha zászlót mutatott volna fel az embereknek, hogy felrázza a lelkiismeretüket. Azok az erélyesen kiejtett, szinte kikiáltott szavak, a felemelt új, amivel felhívja a figyelmet, szinte figyelmeztet. Ne féljetek! Nyissátok, sőt, tárjátok ki kapuitokat Krisztus megmentő hatalma előtt. Az első szavak, amelyeket a pápa a Szent Péter téren mondott, örök érvényűek. Ne féljetek Krisztustól, tárjátok ki kapuitokat Krisztus előtt, Krisztustól induljatok ismét útnak. Aztán egy másik mondat. A béke egyszerre egység és igazság. Ez az, amit a Veritatis Splendor in Fides et Ratio hirdet, hogy nyissuk ki az értelem szemét is, hogy jobban lássuk az igazságot, és eszerint cselekedjünk. Nyissátok meg az országok határait, a gazdasági és a politikai rendszereket. Ne féljetek! Nem volt könnyű megérteni azokat az 1978. október 22-én elhangzó szavakat. Ahogy II. János Pál pápa a későbbiekben elmondta, még saját maga sem fogta fel teljes mélységében, hogy ezek a szavak milyen irányba viszik majd őt és az egyházat. Engedjétek meg, hogy Krisztus az emberhez szóljon! Karol Wojtyla a világ plébánosa, amint azoknak az újságíróknak is mondja, akik megkérdezik tőle, miért utazott el Ausztráliába. Azért, mert Ausztrália a plébániához tartozik. Néha a plébániának sok része van. Én plébános vagyok, rossz plébános, és a plébániámhoz nagyon távoli területek is tartoznak. Io finora ho vagabondato, ho viaggiato attraverso il mondo, diverse parti del mondo, ma
Annyi bizonyos, hogy Wojtyla bába kiválóan megtalálta a hangot a médiákkal. A sajtókonferenciák alkalmat adnak arra, hogy az egyház életének meg annyi oldala szóba kerüljön, és a kérdések közül egyetlen téma sem maradt ki. Jó interjú alanyként még kis szenzációértékű hírekkel is megajándékozta az újságírókat. Például 1994. január 24-én, amikor a jubileumi szentév előtt a kívánságairól mesélt. A 2000-ben megtartandó jubileum előtti évben szeretnék zarándokútra menni Isten népének nyomában. Jól tudjuk, hogy a nép története Ábrahámmal kezdődik. Szeretném végig megtenni az utat az Ótestamentum ösvényein elindulva, végig a Szentföldön, Nazaretben, Jeruzsálemben, aztán az apostolok útjain tovább Antiochia és Damaszkusz felé. Néha nincs szükség szavakra, a cselekedetek világosabban beszélnek. Csesztohova 1991, az ifjúsági világnap. Ez a nő az Afrikában lezajló drámákról beszél, a törzsi háborúk okozta sebekről, az erőszakról, a meggyalázásokról és az AIDS-ről. Második János Pál pápa nem csak szavaival, hanem gesztusaival, tekintetével is kommunikál. Chaplint utánozza, ahogy a botját pörgeti. Köpenyével játékosan betakarja a gyerekeket. Gesztusok, amelyek szinte a hívőknek szóló dokumentumként végig kísérik második János Pál pápaságát. Talán a fiatalok értékelik leginkább ezeket a vizuális szavakat, amelyek akár egy pápa ikonja is lehetnének. Egy pápa, aki elsőként reagált a tömegtájékoztatási eszközök újdonságaira. Egy élet, amelynek ritmusát a világ tévéképernyőin való megjelenések skandálják. Az első pápa, aki mindenki otthonába elvitte a képét, a hangját, a gesztusait. Látványos események, amelyeken keresztül a keresztény üzenet lényege a mindennapjaink valóságában jelenik meg. Világjáró pápának nevezték. Egyetlen elődje sem utazott annyit, mint ő. 12. Pius az elnöki palotáig, a Kurináléig és a San Lorenzo bazilikáig jutott el. János pápa vonattal elment Assisibe és Lorettóba. 6. Pál utazta át először az óceánt, összesen 9 nemzetközi zarándoklaton vett részt. Karol Wojtyla több mint 100 utazása alkalmával több mint 130 országot keresett fel. Kilométerben számolva 29-szer kerülte meg a földet. Az utazás a pápa életének elválaszthatatlan részévé vált, mintha ezzel az egyház irányításának egy új módszerét vezette volna be. A parúzia jelentése Krisztus visszatérése az utolsó ítélet napján. Második János Pál a parúzia pápája volt. Jellemző volt rá az a jellegzetesen szláv szellemiség, amely az érdeklődését az eszkatológia, azaz a végítéletről, a halál utáni állapotról, a végítéletről szóló tan irányába terelte, Krisztus visszatérésének irányába. Úgy gondolom, a fáradhatatlan utazásai mögött éppen az állt,
hogy felgyorsítsa Krisztus eljövetelét. Jézus szavai szerint visszatérésének feltétele éppen az, hogy az evangéliumot az egész világon hirdessék. Gyakorlatilag mindenhová elment. A Pinochet uralta Chilébe, a szandinista Nicaraguába, ahol a misét a tiltakozó kiáltások és az Iglesia Popular skandáló szlogenek szakították félbe. Mindannyian egyek vagyunk, hiszen csak egy kenyérből részesülünk. És elment az észak-amerikai indiánok közé is. Majd oly sokszor felkereste Afrikát, a kontinenst, amely különösen kedves volt számára. Második János Pál még az iszlám vallású Szudán fővárosába, Khartoumba is ellátogatott, ahol a keresztény délen a Korán törvényét, a Shariát akarták bevezetni. Aztán Ázsia, Ausztrália, Óceánia következett, legtávolabbi szigeteivel. Végül Európa, a protestáns és kálvinista észak, és az újra szabad Kelet-Európa. Az Egyesült Nemzetek üvegpalotájában a pápa azt kiáltja, soha többé ne legyen háború. Elmegy Libanonba, a 16 évig polgárháborúban senyvedő országba. Elmegy Szarajevóba, ahol a konfliktus mély sebeket ejtett a megosztott katolikus, ortodox és muzulmán vallású népsoraiban. Apáink Istene, hatalmas és könyörületes Isten, aki a béke és nem az ellenségeskedés híve vagy, aki elítéled a háborút és letöröd az erőszakos emberek büszkeségét. Halld meg gyermekeid kiáltását, az egész emberiség szomorú könyörgését. Soha többé ne legyen háború, olyan kaland, amiből nincs visszatérés. Soha többé ne legyen háború, amely csak a gyász és az erőszak forrása. Adj nekünk békés napokat. A jubileum évében a Szentföldre utazik és kifejezi véleményét. Izrael és Palesztina békében kell, hogy éljen egymás mellett. Van lehetőség a békére, ha tisztelik egymás jogait és nem fenyegetik egymás biztonságát. Zarándoklatom fénypontja a Szent Sír volt. Ezért imádkoztam olyan sokáig a Kálvárián, ahol Krisztus feláldozta magát az emberiségért. Ezen az utazáson a pápa két szimbolikus értékű gesztust tett meg. Felkereste a holokauszt múzeumát, a Yad Vashemet, a lángot, amelyet azért éltetnek, hogy a történtek ne merüljenek feledésbe. Ezen kívül lerótta tiszteletét a keleti fal előtt, bocsánatot kért, és minden népnek azt üzente, hogy kövessék a példáját. És végül Kuba. Utazás a kommunizmus utolsó bástyájának felkeresésére. Találkozó Fidel Castroval és mise a forradalom palotájában, Che Guevara és Krisztus arcának hatalmas méretű fényképe között. Szeretném, ha elmondaná nekem az igazságot. Az igazságot, mint ember, mint elnök, mint a forradalom parancsnoka.
comandante, si dice, della rivoluzione. Kommunista Kelet-Európába először a megválasztását követő évben utazott. A Kreml tetején vörös zászló lobog. A Szovjetunió erős, látszólag elpusztíthatatlan, amikor a pápa először lépi át a vasfüggönyt. 1979. júniusában, amikor II. János Pál visszatér hazájába, Lengyelországba, a rendszer jelképévé vált a győzelem téren tartott beszédével. Sehol a világon, bármilyen földrajzi, hosszúsági és szélességi fokon Krisztust nem lehet kizárni az emberiség történetéből. Ha kizárjuk Krisztust az emberiség történetéből, az emberiség ellen cselekszünk. Nélküle nem lehet megérteni Lengyelország történetét. Na nasze polskie jutro! A tömeg 10 percig tapsol. A moszkvai tévé egyenes adásban közvetítette a pápa látogatását, de ekkor félbeszakította az adást. A látogatás győzelemmé változik, az egyház már nem hallgat, ahogy Wojtyla később mondta. Szeretett Szentatyánk, a zarándoklatod, a hazád és egyházad örömteli meglátogatása véget ért. Stefan Wyszyński lengyelország bíborosa, a háborút követő években Varsó érseke, elbúcsúzik II. János Pál pápától az utazása végén. Köszönet az egyszerűségedért és a szívélyességedért. A közelségedért, nyílt karjaidért, mosolygó szemedért, örökké derűs és bizakodó szláv arcodért. Még egyszer köszönet a gyermekeidtől és honfitársaidtól. Áld meg a drága hazát! Benedicici la cara patria. Szinte kicseng az aggodalom, hogy a látogatás napjaiban fújó új szelek eltűnnek, és minden visszafordul a régi szürkeségbe. Ő, Wyszyński, mindig erős szavakat használt a rendszer ellen. Mielőtt Wojtylát pápává választották, ő volt a Csend Egyházának lengyel hangja. A pápa látogatását követő évben sztrájkba kezdenek a Gdanszki hajógyárban. Az első kelet-európai szabad szakszervezetek élén egy fiatal villanyszerelő, Lech Wałęsa állt. Ben Jeruzelszki ezredes államcsínyének éppen az a célja, hogy megállítsa a szolidaritás terjedését a kommunista Kelet-Európában.
Jaruzelszky ezredes 7-szer találkozott II. János Pállal a pápa lengyelországi utazásai és a vatikáni hivatalos látogatások alkalmával. Karol Wojtyla kiemelkedő személyiség, aki örökre bevéste nevét Lengyelország, Európa és az egész világ történetében. Akkor emelkedett Péter székébe, amikor Lengyelországban drámaian kiélesedtek a régi rendszer ellentmondásai. Népe fiaként jól ismerte a megtett, nehézségekkel teli utat, és jól ráérzett az idők szelére. Véleménye szerint lehetőség nyílt rá, hogy Lengyelország mintaként szolgáljon a kelet-európai térséget érintő változások számára. Dramatyczne sprzeczności wewnętrzne starego systemu. A papież nie był wielkim destruktorem, ale wielkim. A pápa nagy építész volt. Lerakta az új társadalom alapjait. A régi kommunista rendszer már a múlté. Egy új valóságnak adta át a helyét. Azt mondják, hogy a legnagyobb vívmány a szabadság volt, amelyet a nép minden értelemben kivívott. A pápa ezzel egyetért, de ugyanakkor megkérdezi, mire használjuk fel a szabadságunkat? Valóban. A szabadság önmagában is nagy érték, de nem önálló érték. Ale nie jest wartością samoistną. A Kremlbe megérkezik Gorbacsov, vele együtt a glasnost és a perestroika. S a Vatikánba először is utoljára ellátogat a szovjet kommunista párt főtitkára. Ezt a napot nem nehéz történelmi pillanatnak nevezni. Ezek azonban nagyon bonyolult évek, a várt változások mégsem indulnak el. És így, éppen amikor II. János Pál pápa Magyarországra látogat, Moszkvából megérkezik Gorbacsov leváltásának a híre. Legjobban attól tartanak, hogy félbeszakad a Szent Szék türelmes diplomáciai tevékenysége, az a párbeszéd, amit Gorbacsovval az együttműködés szellemében kezdtek, és ismét veszélybe kerül a kiharcolt szabadság. II. János Pál pápa misét celebrál Budapesten a Hősök terén. A szertartáson az orosz nagykövet is részt vesz, aki hirtelen feláll és távozik. Halaszthatatlan okok, mondja a mellette ülő embereknek. Éppen akkor tájékoztatták, hogy a pápa elismerő szavakkal beszél majd Gorbacsovról. A Szovjetunióból érkező hírek hallatán még intenzívebben imádkozunk, hogy kérjük Istent, mentse meg ezt a hatalmas országot az újabb tragédiáktól. Kívánom, hogy ne veszélyeztesse semmi az elmúlt években kifejtett erőfeszítéseinket, melyek célja az, hogy egy egész társadalom visszanyerje a hangját és a méltóságát. Hálával emlékezem vissza a Gorbacsov elnökkel tartott találkozókra. Különösen nagyra tartottam Gorbacsov őszinte elszántságát és magasrendű elhivatottságát, amely erőt adott neki az emberi jogokért, az ember méltóságáért vívott küzdelemben, és értékeltem elkötelezettségét, hogy mindig a hazája javát és a nemzetközi közösség javát kereste. Remélem, hogy az általa elindított folyamat nem torpan meg. Walking down the street, distant memories,
egy fal, a berlini fal nem oszthatta volna újra ketté Európát. Sőt, amint II. János Pál pápa mondta, annak a falnak a tégláit fel kell használni a közös európai otthonunk felépítéséhez. Az emlékezetes séta a Brandenburgi kapon keresztül II. János Pál pápa mellett gólkancellár. Történelmi pillanat, amely a fal által megosztott világ vereségének szimbólumává vált. A pápa 1996. júniusában utazott el Berlinbe. Ő mindig az egységes Európáról beszélt, az Atlanti-tengertől az Uralig. És íme a pápa Prágában 1990. áprilisában. Egy évvel korábban még gondolni sem lehetett volna egy ilyen útra. Az elnök az író Václav Havel fogadja, aki egy évvel korábban még börtönben volt a politikai nézetei miatt. Nem tudom, hogy mit nevezünk csodának, mondja a pápának a repülőtéren, de azt tudom, hogy most csodát élek meg. Fiatalokkal valóban remekül megtalálta a hangot. A pápa kezdeményezésére Dél-Amerikában, Buenos Airesben és 1991-ben a lengyelországi Csesztohovában rendezik a világifjúsági napokat, ahol a fiatalok találkozhatnak. Először érkezik a rendezvényre orosz zarándokcsoport, még fiatal katonák is jönnek. Aztán Manilában ismétlik meg a rendezvényt, ahol 4, talán 5 millió ember gyűlik össze a zárómisére. A jubileum évében a Tor Vergátai találkozó Rómában. A pápa viccelődik a fiatalokkal. Van egy lengyel közmondás, amely így szól. Ha a fiatalokkal akarsz együtt lenni, neked is meg kell fiatalodnod. Puoi dire, se tu vivi. Ezért most megfiatalodva térek vissza, és elbúcsúzom mindannyiótoktól. Különösen azoktól, akik ott hátul állnak az árnyékban. Biztosan nem sokat látnak, de ezt a hangzavart akkor is hallották. Ezt a hangzavart egész Róma hallotta, és soha nem felejti el. Questo chiasso ha sentito Roma e non lo dimenticherà mai. De üzenetet is hagy ezeknek a fiataloknak. Feladatot ad a reggel őrszemeinek, a béke őrszemeinek, ahogy nevezni szokta őket. Ti vagytok a világ jövője, az egyház reménysége, az én reménységem. Falho como
a családoknak szentelt napok is népes gyülekezetté válnak. Határozott üzenet hangzik el a családok védelmére. A pápa felhívást intéz az országok vezetőihez, hogy olyan politikai döntéseket hozzanak, amelyek segítik a fiatal párokat. I, Elizabeth Ann, take you, Robert Nicholas. A gyerekek a család és a társadalom tavaszát jelentik. A család életében a gyerekek nem kiegészítők, hanem értékes ajándékok, amelyek a házastársi egyesülés felépítéséhez tartoznak. A Föld bármely részén minden egyes esemény, ünneplés hatalmas tömegeket vonz. Ezeken az alkalmakon II. János Pál az evangélium értékeire hívja fel a figyelmet. Egy kiáltás, egy kiközösítés, mint a maffia elítélése 1993. májusában az Agrigentói templomok völgyében. Azoknak mondom, akik felelősek a dolgokért, térjetek meg! Egy nap eljön Isten ítélete! Határozott felhívás a lelkiismeret felébresztésére, reménykiáltás a törvényen kívüliség kultúrája ellen. Éppen ez a kiáltás ad új lendületet a maffia bünteteinek felderítésére. Aztán megérkeznek a bombák a lateráni Szent János Bazilikába, a Vélábrói Szent György templomba, és papokat gyilkolnak meg, mint például Don Pugliesit. Az Assisiben lezajló rendezvények központi témája mindig a béke és az ökumenikus párbeszéd volt. Háromszor imádkoztak itt a békéért, a Balkán és Irak békéjéért, és azért, hogy elkerüljünk egy újabb konfliktust a Közel-Keleten és Irakban. Soha nem lehetünk boldogok, amíg egymás ellen harcolunk. Az emberiség jövőjét nem biztosíthatja, soha nem biztosíthatja a terrorizmus és a háború logikája. Ahhoz a generációhoz tartozom, amelyik még jól emlékszik, milyen tragédiákat élt át a II. Világháborúban, amit hála Istennek túlélt. Éppen ezért kötelességem, hogy emlékeztessem a fiatalokat, s a legfiatalabbakat, akik a háborút még nem tapasztalták meg, hogy soha többé ne legyen háború. Az utazások során mindig van egy pillanat, amikor a pápa más egyházak és közösségek híveivel találkozik. A Cseh Köztársaság területén lévő Olomoucban a pápa szentté avat egy papot, Ján Sárkandert, akit a protestánsok öltek meg, aki egyik áldozata volt az Európa ezen területén a keresztények között ismétlődő vallásháborúknak. De előbb felkeres egy emlékművet, amelyet a protestáns egyház mártírjainak tiszteletére emeltek. Én, a római pápa, az összes katolikus hívő nevében bocsánatot kérek a történelem folyamán itt élő, nem katolikus vallású emberek üldözéséért. Ugyanakkor biztosítom, hogy a katolikus egyház megbocsát mindazon szenvedésért, amit a gyermekei elszenvedtek. Halleluja!
2000 év kellett hozzá, hogy a pápa elmenjen egy zsinagógába. Talán ez volt a leghosszabb utazás, noha a távolság nem is olyan nagy a Vatikántól. Az évszázados kulturális berögződések vizsgálatából is kiviláglik, hogy a zsidó néppel szembeni diszkrimináció, a vallásszabadság és a polgári szabadság jogtalan korlátozása súlyosan elítélendő. Sono stati oggettivamente manifestazioni gravemente, gravemente deplorevoli. A pápa és a zsidó hagyomány. Engem második János Pál pápasága alatt az ragadott meg különösen, hogy akár tettekkel, de olyan dolgokat tudott kimondani, amit őszintén szólva nem vártam volna. Például megjelent a siratófal előtt. Azzal okozott meglepetést, amit ki tudott mondani, és nem azzal, amit nem. Az egyház elítéli a zsidó nép iránti gyűlöletet, üldözést, elítél minden antiszemita megnyilvánulást, függetlenül attól, ki követte el és mikor. Megismétlem, függetlenül attól, ki követte el és mikor. A kedvenc testvéreink vagytok. Azt is mondhatnánk, hogy a fivéreink vagytok. Wojtyla a megannyi bocsánat pápája. Az egyházak és a közösségek közelítésére, az emlékezet megtisztítására és ősi viszályok feloldására ismételt mea culpák pápája. Bocsánatot kér a keresztes háború alatt elkövetett hibákért. Ellátogat Görögországba és találkozik Christodoulos ortodox pátriárkával. Bocsánatot kér Szenegálban a rabszolgaság miatt. Az óceánt nézve azt mondja, hogy bekövetkezett a fekete nép holokausztja. A jubileum alkalmával a bocsánatkérés a szertartások részévé válik. A bocsánatkérés gondolata e pápaság kezdetétől fejlődött ki, s lassan-lassan szinte szükségessé vált. Soha többé ne legyen ellentmondás a szeretetben, az igazság szolgálatában. Soha ne akadályozzák meg az egyházak közösségét. Soha ne sértsenek meg egyetlen népet sem. Soha ne folyamodjanak az erőszakhoz. Soha ne legyen megkülönböztetés, kizárás, ne nézzék le a szegényeket és az utolsókat. Megbocsátás. A pápa szenvedélyesen kereste az igazságot. A megbocsátás témáját az igazság szintjére akarta hozni. Ami igaz volt tegnap, ma és holnap is igaz. A pápa bocsánatot kér azokért a hibákért, amiket a keresztények a múltban követtek el. Megbocsátás. Hiszem, hogy mindenkinek meg kell tenni egy lépést az evangélium felé, mert az evangélium szabadság, a szív tisztasága, a jogtalan követelések hiánya, vágy a másik ember értékelésére, és lemondás az előjogokról.
Mindenkinek közelítenie kell az evangéliumhoz, hogy az a mindennapi életünk részévé váljon. Örömmel fogadtam az egyház bocsánat kérését. Véleményem szerint már a zsinat óta az egyház fejlődése ebbe az irányba mutatott. Ha ebben a kontextusban értelmezzük a gesztust, nem nehéz megérteni, milyen bátor és becsületes cselekedet volt. A pápa a foglyok jubileumán felkeresi a római börtönt, a Regina Coelit, és azt kéri a politikusoktól, hogy gyakoroljanak kegyelmet. Tudom, hogy mindannyian arra a napra vártok, amikor letöltitek a büntetést, újra szabadok lehettek, és visszatérhettek a családotokhoz. Igazságszolgáltatás és megbocsátás. A békét nem lehet felépíteni igazságszolgáltatás nélkül. De ha korlátlanul érvényesítjük az igazságszolgáltatást, nagy igazságtalanságot követhetünk el. Ezért az igazságszolgáltatás végső értelme a megbocsátás fogalmában rejlik. A szent év szellemében a mai jubileumi napon, követve elődeim nyomát, az egész világnak szétküldött üzenetemben kértem, hogy részesüljetek kegyelemben, és enyhítsék a büntetéseteket. 2 évvel később, 2002. november 14-én, az olasz parlamentben tett történelmi látogatásán, a pápa megismétli ezt a kérést. Anélkül, hogy veszélyeztetnénk az állampolgárok biztonságának védelmét, érdemes odafigyelni a foglyok helyzetére. A rabok gyakran élnek túlzsúfolt körülmények között. Ha a kegyelem jeleként enyhítenénk a büntetésüket, világosan éreznék, hogy odafigyelünk rájuk, és ez csak ösztönözné őket abban, hogy mindent megtegyenek, hogy a társadalomba újra beilleszkedjenek. Második János Pál pápa szavaiban nincs engedékenység. A doktrína világos és egyértelmű. Ez a világos fogalmazásmód erőteljesen jellemzi azokat a dokumentumokat, amelyekben a többi valláshoz fűződő kapcsolatokat rögzítették, s talán még összetettebbé teszi a vallások közti párbeszédet. Az igenek és a nemek. Tiszteletben tartom mindazokat az igeneket és nemeket, amiket a pápa kimondott. Értem a logikájukat, látom, hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és tökéletesen egyetértek azokkal az elvekkel, amelyek alapján a Szent Atya véleményt nyilvánított. Kiemelném az élet, az emberi jogok igenlését, a szenvedő egyháznak és a nem katolikus embereknek is nyújtott segítség igenlését. És a halálbüntetésre mondott nemet. Határozottan mond nemet, akkor is, ha ezzel vitát kelt. Nem kerülheti el, hiszen meg akarja védeni az egyház ortodox hitét. Az emberi élet szent. Isten az irányítója. Ahányszor részt ütünk az élet teljes tiszteletének frontján, annyiszor aknázzuk alá az emberi együttélés, az egészséges demokrácia és az igazi béke alapzatát. Az élet, a család, a magzat jogainak védelme. Második János Pál az Evangélium Vitae című pápai köriratban azt írja.
A halál kultúrájának megnyilvánulásaként a parlamentek legalizálják az abortuszt, maguknak követelve így a jogot, hogy meghúzzák az élet és a halál közti határt. Talán ezen a ponton távolodik el legjobban a pápa és a közvélemény. A pápa erőteljesen ellenzi az uralkodó kultúrát, amely nem veszi figyelembe az erkölcsi parancsokat. Mintha a hitet is a maguk használatára lehetne formálni. Az emberek úgy élnek, mintha Isten nem létezne, kiáltja II. János Pál pápa. A kórházi kezelés alatt nagy erőt merítettem a lengyel Wyszyński érsek alakjából, aki a pápaságom kezdetén azt mondta nekem, az Úr azért hívott téged, hogy átvezesd az egyházat a harmadik évezredbe. Azt hittem, hogy imádsággal, különböző kezdeményezésekkel történik majd ez, de láttam, hogy nem elég. A szenvedés is hozzátartozik. Május 13. megváltoztatta a történelmet. Először fordult elő, hogy egy pápa megsebesült a Szent Péter téren. Egy férfi keze meghúzta a ravaszt, hogy megölje a katolikus egyház fejét. De egy másik, a pápa szerint atyai kéz felfogta a lövedéket. A Madonna keze volt. Többször elmegy Fatimába, a Madonnának adja azt a lövedéket is. Most a szobor tetején lévő koronában őrzik. A vatikáni államtitkár Angelo Sodano leplezi le a május 13. rejtélyes kapcsolatait. A harmadik fatimai titok. Egy vég nélküli keresztút, Via Crucis, ami a 20. században folytatódik. A Pastorinos értelmezése szerint, amit nemrégiben Lucia nővér is megerősített, a fehér ruhába öltözött püspök a pápa. Miközben a mártírok holttestei között a kereszt felé halad, lövések érik. Földre zuhan, mint egy halott. A kórház harmadik Vatikánná válik a szenvedés egyfajta utitársá, de éppen a fájdalmon, szenvedésen, a fáradtságon keresztül alakul ki a párbeszéd új formája. A szenvedés, a gyengeség ereje, az öregség ereje, a betegség ereje. A katolikus hívőket és a nem katolikusokat is talán az a természetesség rendítette meg a legjobban, amivel a pápa felvállalta a korral, a betegséggel járó fizikai korlátokat. A pápa alakja kétségkívül mond valamit a számunkra. Ha más nem is, legalább azt mutatja,
Milyen drámaian véges a fiatalság, az egészség, a fizikai erő. Azok az értékek, amelyeknek modern korunk abszolút értéket ad, de amelyek nem adnak komplex magyarázatot az emberi létezés miértjeire. Valóban, mintha a fáradtság, a szenvedés egy pillanat alatt eltűnne a szavak előtt, egy ifjú arca előtt, a fiatalok előtt, akik őt ünneplik, mint tavaly április 1-én a Szentpéter téren. Szent atya, körénk borítottad a fehér köpenyedet. A karodban vittél minket a fekete Madonna elé. Ott volt az anya és te, Szent atya. Valóban apánk voltál. Méghozzá, milyen apánk? Köszönöm néked. Köszönöm néked. Ti ringrazio. Abba, Ojcze. Abba, Papa. Szeretett hívek, imádkozzatok értem ebben a szentélyben, ma és mindörökké. Az idősekhez írt levelében ez áll. Az öregség nem azt jelenti, hogy magunkba kellene zárkózni. Ilyen kitartóan folytatja utazásait akkor is, ha fájdalmakkal küzd. Kedves pápa, legszívesebben apámnak hívnának, hiszen minden jó indulatú férfi és nő apja vagy. Te vagy a mester, aki megmutatja életünk távlatait. Fáradt lépéseid arra vallanak, hogy a szenvedés mestere is te vagy. De a szenvedésedből bölcsesség fakad, amely mint egy hajó orr áthasít a hullámokon, és olyan barázdát hagy, amely elvezet minket az élet és a szenvedés értelméhez. Teste börtönébe zárva, főleg az akarata teszi lehetővé, hogy folytassa utazásait az egyre nyilvánvalóbbá váló korlátok és akadályok ellenére, mint például a közelmúltban Szlovákiában tett látogatása alatt. Az idősekhez írt levelében van egy mondat, amely talán meg annyi szónál is jobban megmagyarázza a lengyel hegymászó elkötelezettségét, hogy kitartson addig, amíg Isten akarja, és amíg az erejéből kitelik. Mély nyugalmat érzek, ha arra a percre gondolok, amikor az Úr magához hív. Az egyik életből egy másik életbe. Ezért szomorúság nélkül gyakran ismétlek egy imát, amit a pap az oltári szentség ünneplése végén mond el. A halálom órájában hívj, és parancsold meg nekem, hogy hozzád jöjjek. Of green, red roses too. I see them bloom
for me and for you. And I'll say to myself, oh self, what a wonderful